A hódmezővásárhelyi zsidóság elhurcolására emlékeztek ma a zsinagógában. 73 évvel ezelőtt ezen a napon 800 helyi zsidót deportáltak különböző haláltáborokba, akiknek fele már soha nem térhetett haza. Benda Gráve című darabjával kezdődött a vásárhelyi zsidóság elhurcolásának évfordulójára szervezett megemlékezése a zsinagógában. 73 évvel ezelőtt éppen ezen a helyen kezdték el összegyűjteni az érintetteket, és innen indult a helyi zsidóság deportálása. Emelte ki emlékező beszédében dr. Miklós Péter, az emlékpont igazgatója. 1944. június 16-án kezdődött meg a hódmezővásárhelyi zsidóság deportálása. Ekkor koncentrálták őket először ide a zsinagógába, illetve a zsidóiskola és a hitközségi székházuk környékére, és másnap indult meg a deportálások, előbb a szegedi téglagyári tranzit gettóban, majd pedig onnan különböző helyekre. A szerelvények egy része, amelyen nagyjából 800 vásárhelyi zsidó honfitársunk is utazott, egy része az auschwitzi, illetve lengyelországi megsemmisítő és haláltáborokba ment, egy kisebb része pedig Stászóba, Ausztriába. Az utóbbiaknak nagyobb szerencséjük volt, ők túlélték a holokausztot, illetve a Lengyelországba kerülteknek is egy jelentős része, de így is a vásárhelyi zsidóság vesztesége az mintegy 50%-nyi, tehát nagyjából 400 azon hódmezővásárhelyi zsidóknak a száma, akik áldozatul estek a holokausztnak. Az eseményen elhangzott: a történelmi traumára azért is kell emlékeznünk, hogy ilyen szörnyű események ne ismétlődhessenek meg még egyszer.